Évente több ezer magyar diák használja ki az Erasmus program nyújtotta lehetőséget, hogy tanulmányai során fél évet valamelyik külföldi egyetemen töltsön. Ennek feltétele legalább egy befejezett fél év és a nyelvtudás. Azt is fontos tudni a hallgatóknak, hogy a külföldön töltött fél év során ugyanúgy krediteket szereznek, amelyet beszámítanak a diplomaszerzéshez. Az utazás miatt nem csúszhatnak a tanulmányaik befejezésével. A Nyíregyházi Egyetemnek már több mint 20 éve van kapcsolata a brüsszeli Szabad Egyetemmel. A legtöbb diák főleg nemzetközi kapcsolatok szakosként utazik, közölte az intézmény dékán helyettese. Alapvetően az Erasmus lényege az, hogy a kulturális különbségeket fel tudják mérni a hallgatók, amikor a diákok kimennek egy külföldi egyetemre, olyan, mintha egy kulturális fürdőt vennének. A másik fontos tényezője a nyelv, hogy a hallgató egy idegen környezetbe érkezik, és idegen nyelven kell kommunikálnia, és helyt kell állnia. Ez rendkívül fontos. Egyébként az együttműködések és a kulturális különbségek terén szerzett tapasztalatoknak egyik kiváló területe a pedagógia. Rendkívül hasznos megismerni, hogy mi másként tanítunk dolgokat. Az Erasmus az Európai Unió oktatási és képzési programjának legsikeresebb ösztöndíj lehetősége. Idén már 30 éve működik, Magyarországon pedig 1998 óta. A tanulók Nyíregyházán például felkészítő tanfolyamon is részt vesznek, mielőtt kiutaznak. A Nyíregyházi Egyetem Erasmus rendezvényének a népszerűsítés mellett további céljai is vannak. Ez a többnapos rendezvény, ez azért rendkívüli, mert egy olyan nagyívű tervünk van, hogy Nyíregyházán szeretnénk létrehozni egy nyári egyetemet, egy tematikus nyári egyetemet. Ehhez keresünk partnereket, oktatókat, hallgatókat. A másik dolog, ami még nagyon szépen beilleszthető ebbe a programba, az, hogy az Erasmus Mundus keretében közös képzéseket dolgozhatunk ki. Tehát ha most felfedezünk olyan területet a beszélgetéseink során, olyan kollégákat, hallgatókat, akikre számíthatunk, akár három intézmény, három különböző országbeli intézménnyel, akár közös programot is létesíthetünk. A nyári egyetem célja az intézmény nemzetközi esítése, azaz, hogy a tudomány és a felsőoktatás területén is helye legyen a Nyíregyházi Egyetemnek. A rendezvényen az is elhangzott, olyan képzést szeretnének indítani, amelynek 10 év múlva világszerte komoly presztízsértéke lesz.